Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a mai hírekben. Új közösségszervező alapszak indul szeptembertől. A fővárosi szintet közelítik a kecskeméti albérletárak. Kecskemét nyerte el a 2020-as gyermekvilágjátékok rendezési jogát. Több mint 100-an voltak kíváncsiak a Neumann János Egyetem pedagógus képző karára a mai nyílt napon. Az egyetemek versenyében a kecskeméti kar komoly előnnyel indul, az egyetemi duális képzési modell kidolgozásának köszönhetően is. Mindenképpen tovább akartam tanulni, és a gyermekekkel mindig is jól kijöttem, főleg ez az óvis korosztállyal, és így úgy gondoltam, hogy akkor a kellemest a hasznossal összekötöm, és megnézem, hogy mit tudok ezen a téren esetlegesen tenni a következő generációért. Zoltán már meghozta a döntést, és az óvodapedagógia mellett tette le a voksát a Neumann János Egyetemen. Bár a továbbtanulás kérdése egy rövid döntésnek tűnhet, a hallgatók zöme már komolyan mérlegel napjainkban. Elsőnek én akkor találkoztam az itteni környezettel, és már akkor éreztem, hogy igen, ez jó kis környezet, és itt teljesen közvetlenek a tanárok is, az oktatókkal, teljesen bármilyen kérdése van az embernek, akkor bármikor nyugodtan lehet hozzájuk fordulni. És ilyen volt a legelső, hát hogyha lehet így fogalmazni, benyomásom is. A mai napon tartotta a tanév második nyíltnapját a Neumann János Egyetem pedagógus képzőkara. Úgy gondolom, hogy a hallgatói élet mellett az itt folyó képzést, az oktatás lehetőségeit, feltételeit szeretnénk megmutatni a jelentkezők számára, és szeretnénk mindenkit meggyőzni arról, hogy egy nagyon szép hivatás a pedagógus pálya. Több száz fiatal látogatott el a mai nyílt napra, ahol nem csak előadások, de színes interaktív bemutatók is várták őket. A pedagógus képző kar jelenleg közel 1000 főt képez, és az érdeklődés töretlen, jól lehet az egyetemek versenye élesedik. Elindítottuk a pedagógus képzésnek egy duális jellegű képzési modelljének a kidolgozását. Ez egy sajátos kecskeméti vállalkozás. Ezzel a kar a gyakorlatot és az elméletet is képes egybefűzni, és ezen keresztül egy még piacképesebb tudást adni. Idén már a közösségszervező szak is igen népszerűnek bizonyult a nyílt napon. Gazdasági vagy éppen érzelmi indokok ide vagy oda, a pedagógus képzés végső célja azonban egy marad. Az, hogy gyermekeink a legjobb nevelést kaphassák. Kegyetlenül megalázta két 16 éves kecskeméti kamaszt még tavaly augusztusban a helyi rendőrkapitányságon. A szülők az eset után feljelentést tettek a központi nyomozó főügyészségen. Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás büntette miatt indult nyomozás, ami idén február 18-án zárul le. Két kecskeméti rendőrt vádol egy felháborodott apa, a fia és társa meztelenre vetköztetésével, megverésével és megalázásával, ami a helyi rendőrkapitányságon történt. Két 16 éves kamaszt aláztak meg még tavaly augusztusban kecskeméti rendőrök. A szülők elmondása szerint a fiatalok egy házi buliról tartottak hazafelé, amikor egy rendőrjárőr páros igazoltatni akarta őket. A házi bulin a fiatalok megittak egy sört közösen, és ezért megijedtek. Az egyikük pedig futásnak kerett. Majd amikor rájött, hogy ezzel tetézheti a bajt, visszafordult, mire az egyik járőr felpofozta. Ezután előállították őket a kecskeméti kapitányságon, ahol egyikük édesapjának elmondása szerint folytatódott a pofoszkodás. Az egyik fiú annyira megijedt az agresszív rendőri intézkedéstől, hogy félelmében maga alá csinált. Erre indult be igazán a megalázás. A szülők feljelentést tettek az illetékes hatóságnál, a központi nyomozó főügyészség szegedi regionális osztálya pedig hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás büntettének gyanúja miatt rendelte nyomozást. Az ügyben gyanúsítás nem történt, a nyomozás határideje pedig 2018. február 18-a. Szerkesztőségi megkeresésünkre az érintett Bács-Kiskun megyei rendőrkapitányság sajtószolgálata illetékesség hiányára hivatkozva a központi nyomozó főügyészséghez irányította szerkesztőségünket. Egyik hatóság sem válaszolt arra, hogy a két rendőr milyen rendfokozatban szolgál, és hogy a nyomozás idejére felfüggesztették-e munkavégzésüket. A szülők szerint a gyerekek hiába könyörögtek, hogy telefonálhassanak. A rendőrök csak előállításuk után 2,5-3 órával később értesítették a szülőket. A két gimnazistát már 2:10-ben hallgatták ki ügyészek, a nyomozás pedig hamarosan lezárul. Történelmi témájú országos stratégiai versenyt szervez a Matthias Corvinus Kollégium és a Case Solvers középiskolás csapatok számára. Az ötödik alkalommal meghirdetett országos középiskolai probléma megoldó versenyre január 21-ig lehet jelentkezni.
A verseny bevezeti a diákokat a probléma megoldás módszertanába, alkalmas a történelmi ismeretek bővítésére, valamint a logikai, érveléstechnikai és prezentációs készségek fejlesztésére. A szervezők három fős csapatok jelentkezését várják, de nem kitétel, hogy a csapattagok egy intézményben tanuljanak. A versenyzőknek 4 fordulón kell megmérettetniük magukat. Az első 2 fordulóban online történelmi esettanulmányokat kell megoldaniuk a diákoknak, és szakmai zsűri előtt is be kell majd mutatniuk az eredményeket. A 8 legjobban teljesítő csapat juthat a regionális döntők egyikébe, és végül a legjobb 24 vehet részt a március 24-i budapesti döntőn. Erősen közelít a kecskeméti albérletek ára a fővárosi mércéhez. Az állandó munkaerő áramlás miatt ugyan megnőtt a kereslet a bérlakás piacon, a folyamatosan növekvő bérleti díjak azonban még mindig sokak számára ellehetetlenítik a megfelelő lakhatást. Hát van ilyenünk is, ami 800.000 forint, ez a dombakóban. Egekbe szökő bérleti díjakkal találkozhatnak a költözni vágyók Kecskeméten. Az átlag kiadó ingatlanok díja természetesen nem közelíti meg a milliós összeget, de sokak számára még így is kivitelezhetetlen a kívánt lakhatás. Magasak az árak ahhoz képest, amilyen a fizetés, mert ugye a fiatalok nem keresnek annyit, mint amennyibe az albérlet kerül. Most nézzünk egy, most 90.000 forintba kerül mondjuk egy szobás lakás. Most aki párba él és mondjuk gyereket tervez, az nem biztos, hogy ezt ki tudja fizetni, teljes mindegy, hogy hol dolgozik. Minőség, nyugalom, jó szomszédság és elhelyezkedés, kellemes környezet. Sorolhatnánk tovább is, melyek azok a tényezők, amiket a potenciális ügyfelek egy albérletben keresnek. Azonban ezeknek manapság borsos ára van Kecskeméten és az ország nagyvárosaiban egyaránt. Baski Attila ingatlan értékesítő elmondta, az egyszobás albérletek ára átlagosan havi 60-70.000 forintnál kezdődik, a nagyobb lakásokért már 80-100.000 forintot is elkérhetnek, a családi házak esetében pedig ez az összeg a 200.000 forintot is meghaladja. Kecskemét kezd felzárkózni a fővároshoz, úgyhogy még azért kisebbek a bérleti díjak, meg a vételi árak is, de azt lehet elmondani, hogy sarcoljuk őket, tehát haladunk utánuk rendesen, úgyhogy körülbelül 70-80%-ánál járhatunk a bérleti díjakban. Az okok pedig egyszerűek. A magas igényt főként a városunkba áramló, bővülő munkaerő eredményezi, de közrejátszik a fiatalság függetlenedési vágya és a befektetések növekvő száma is. Sajnos ez a tendencia előreláthatólag marad a jövőben is, így húzamosabb időn keresztül számíthatunk az irreálisan magas árakra. Letartóztatták azt a kecskeméti férfit, aki karácsonykor ellopta Kodály Zoltán szobrát a két templom közből, a Kodály intézet parkja előtt álló csak tiszta forrásból nevet viselő emlékmű talapzatáról. A tolvaj körülbelül 4 millió forint összegű kárt okozott a szobor eltulajdonításával, mely a múlt hét pinteken részben megtérült. A műalkotás ugyanis előkerült. Meglepő helyszínen a kecskeméti vadaskert egy eldugott pontján bukkantak rá a zeneszerzőnk 50 cm magas részszobrára, melyet egy zsákba rejtett az elkövető. A rendőrök csütörtökön fogták el a tolvajt, aki először mindent tagadott, majd beismerő vallomást tett, és meg is mutatta, hol szabadult meg zsákmányától. A 27 éves férfi esetében fennáll a bűnismétlés veszélye, így a kecskeméti járásbíróság egy hónapra elrendelte előzetes letartóztatását. Az adóhatósági illetéki ügyeinket is a Kuruc körúton a NAV Bács-Kiskun megyei adó- és vámigazgatóságának épületében intézhetjük már januárban. Nem csak az ügyfélszolgálat, de az adóhatósági illetékügyekkel foglalkozó osztálya is itt kap új helyet. Január 2. felében már új helyen intézhetjük majd az adóhatósági illetékekkel kapcsolatos ügyeinket. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun megyei Adó- és Vámigazgatóságának illetékügyekkel foglalkozó munkatársai 2018. január 15-től a Kecskemét Kuruc körút 14 szám alatt lesznek elérhetőek, és ezzel együtt a korábbi ügyfélkapcsolati hely, ami a Katona József tér 8 szám alatt volt, megszűnik. Aki adóhatósági illetékügyekben szeretne eljárni az adóhivatal reményei szerint, továbbra is gördülékeny ügyintézésre számíthat, igaz már a Kuruc körúton. A korábbiakhoz hasonlóan továbbra is a Kuruc körút 16 szám alatt lévő integrált ügyfélszolgált munkatársai látják ezeket a feladatokat.
Az ügyfélszolgálat és így az illetékosztály a NAV Bács-Kiskun megyei központi számán érhető el a 76513 százas számon. Kivételesen nem a madarak, hanem ornitológusok és természetvédelmi őrök építenek fészket Baja közelében a rendkívül ritka fekete gólyák számára. A régi fészküket tartó faág ugyanis leszakadt, és a rajta lévő fészek elpusztult. A fekete gólya ellentétben a fehér változatával rendkívül ritka a Kárpát-medencében. A felmérések szerint hazánk területén mindössze 150 pár fészkel, ezek közül a Duna-Tisza közén 6-8 pár költ. Ez a fehér rokonánál valamivel kisebb testű félénk madár nem kedveli a zajos, forgalmas lakott településeket, inkább az ártéri erdők vagy mocsárvidékek fáira építi fészkét. Általában korán, már március elején visszatérnek afrikai telelőhelyeikről. A természetvédők a fehér gólyák számára gyakran helyeznek ki mesterséges fészek alapot, illetve fészek magasítót, hogy megóvják őket az áramütéstől. A fekete gólyák viszont csak a maguk által épített fészkelőhelyeket foglalják el, ahová évekig visszajárnak, és azokat nagyobbítják, javítgatják. A mostani fészeképítő akcióban a természetvédők az elpusztulthoz hasonló fészket építettek, mindössze 5 méterre a másik faágra. Bíznak abban, hogy ezt is elfoglalja majd a néhány hét múlva visszatérő gólyapár. Pályázati sikerekkel indult az év 4 kecskeméti kulturális intézmény számára. A megyei könyvtár, a Hírös Agóra, a Katona József Színház, valamint a Katona József Múzeum összesen több mint 100 milliós uniós forrást kapott programjaira, amelyek elsősorban a korai iskola elhagyók számát igyekeznek csökkenteni. Az Európai Szociális Alapból összesen 110 milliós támogatást kapnak a kecskeméti kulturális intézmények. Az uniós forrás célja a korai iskola elhagyás megelőzése az alap- és középfokú intézményekben, illetve a fiatalok oktatásba történő visszatérésének ösztönzése. A Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár 30 millió forintos támogatással indíthatja el könyvtári kalandtúra programját. A kezdeményezés célja elsősorban az olvasás népszerűsítése új módszertani eszközök segítségével. A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ szintén 30 millió forintból indíthatja el projektjét Jövő Műhely címmel. Az itt sorra kerülő programok elsősorban szakkörök és egyedi foglalkozások illeszkednek majd a nemzeti alaptanterv kereteihez. A kecskeméti Katona József Színház Meseváros című programjához nyert el 25 milliós támogatást. 6 oktatási intézmény számára szerveznek majd előadásokat, mesékkel segítve az anyanyelv tanulását, a fantázia kibontakozását és a szabad gondolkodás elsajátítását. Múzeumvár címmel indít programot szintén 25 milliós támogatással a kecskeméti Katona József Múzeum. Az itt dolgozó szakmai csapat olyan projektet dolgozott ki, amely a fiatalok képességeire alapozva az ismeretek élményszerű átadását teszi lehetővé. A 4 kulturális intézményben uniós forrásból biztosított programoknak a következő tanév végéig kell befejeződniük. Kecskemét nyerte el a 2020-as gyermekvilágjátékok rendezési jogát. 2 év múlva így közel 2000 sportoló töltheti meg a Hírös Város sportlétesítményeit. Kecskemét először 2005-ben szerepelt a világjátékokon, azóta rendszeres résztvevője a gyermekolimpiának. Tavaly nyáron Kaunasban kezdtünk tárgyalásba a játékok delegációjával, akik kétszer is ellátogattak városunkba. A Nemzetközi Gyermekjátékok Küldöttsége hangsúlyozta, nagy előnyt jelent, hogy Kecskeméten minden sportkomplexum másfél kilométeres távolságon belül található. Így akár gyalog is megközelíthetőek. Ami fontos dolog, mivel volt olyan helyszín, ahol 40 perc volt a létesítmények közötti utazás. Bogasov István, a sportmunkacsoport elnöke a tegnapi sportmagazinban az anyagi kondíciókról is beszélt. A meghívott országok, vagy a jelentkező országoknak csak az úti költségét kell fedezni, és a minden más költségét, a transferektől kezdve a sportolók szállításai, az mind a városnak a költsége fog lenni. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester is az ügy mellé állt. Már megkezdték a tárgyalásokat a kollégiumokkal és a szállodákkal, ahol el tudnák helyezni a meghívottakat. A város minden bizonnyal állami támogatást is kér majd a versenyek lebonyolítására.
Két év múlva mintegy 80 ország közel 2000 sportolója töltheti meg a híres város sportlétesítményeit, amelyek 80%-os készültségben vannak. Hamarosan pedig elkezdődik az atlétikai pálya kiépítése is, amely befejeződik a játékok kezdetéig. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Piacképes közösségszervező képzést indít szeptembertől a Neumann János Egyetem pedagógus képzőkara a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve. A fővárosi szintet közelítik a kecskeméti albérletárak, a beáramló munkaerő és a kibővülő felsőoktatás következtében. Kecskemét nyerte el a 2020-as gyermekvilágjátékok rendezési jogát. Két év múlva 80 országból mintegy 2000 sportoló gyermek érkezik a városba. Négy kecskeméti kulturális intézmény, a Katona József Múzeum, a Megyei Könyvtár, a Színház és a Hírös Agóra 100 milliós uniós forráshoz jutott programjaihoz. A híradónkat követő kiemelő magazinunkban a nap vendége Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója lesz, akivel a Kecskeméti Egyetemen induló közösségszervező képzés kapcsán beszélgettünk. Szerkesztett anyagainkban összeállítást láthatnak a Neumann János Egyetem pedagógus képző karának nyílt napjáról. Beszámolunk az építőipari és lakberendezési költségek jelentős megnövekedéséről, valamint a januárban szokatlan tavaszias időjárásról is. Maradjanak velünk a továbbiakban is. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 órakor és fél 9-kor ismételjük meg. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán sokfelé szürke, borongós, időnként párás időre készülhetünk, esőre elsősorban a Dunántúlon és az északi tájakon számíthatunk. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt lesz, de a Dunántúl északi felén kezdetben előfordulhatnak élénk délkeleti széllökések. A frontra érzékenyek gyenge kettős fronti hatásra számítsanak.